Sziasztok! Elkezdem a mai adást. Ez a múlt héten elmaradt adás lesz, és az lesz a témánk, hogy hogyan tudod vonzani a pénzt. Ha emlékeztek, akkor itt már egy pár adás során hétről hétre végig mentünk a pénzügyeken, és sok mindent megnéztük ezzel kapcsolatban, a legutóbb pont a pénzügyi mintáinkat. Ha esetleg kimaradtál, akkor érdemes megnézni, akár itt a Facebookon is megtaláld a videó fülön, de felraktam a YouTube csatornára is, ahol meg tudod nézni már a vágott változatot. Érdemes, mert mindegyik ugye nagyon fontos része a pénzügyeknek, hiszen itt ugye beszéltünk a sikerről, beszéltünk a szükségletekről, pénzügyi mintáinkról, és mai nap pedig a vonzásról. És hát elég összetett téma, tehát sok mindent meg fogunk nézni, és megmutatom, hogy hogyan tudod megnézni tarókártyával azt, hogy neked mi az, ami segít ebben. Először is ahhoz, hogy a pénzt bevonzzuk, az nagyon fontos, hogy teret adjunk neki. Nagyon sokszor, hogyha valami nem jelenik meg az életedben, az azért van, mert nem csak azért, mert nem vagy nyitott rá, én inkább azt szoktam mondani, hogy nincs elég tere. Tehát ez olyan, mint hogyha van egy megfelelő mennyiségű tér benned, ami hogyha tele van, mint egy teli pohár, akkor abban nem lehet tölteni. Tehát ahhoz, hogy a pénz is több legyen az életedben, ahhoz, ugye, ahogy szokták mondani, a befogadást is növelni kell, de hogy tulajdonképpen teret is kell adnod ennek a dolognak. És hát ahogy az előzőekben beszéltünk róla, még a pénzügyi mintáinknál, attól függően, hogy milyen pénzügyi mintád van, azért más-más mennyiséget tudsz befogadni, hiszen ha te azt hiszed, hogy minek szűkölködnöd kell, meg hogy a sok pénz az ártalmas, vagy nem lesz vele emberi kapcsolatod, ami értékes, akkor bizony kevesebbet fogsz tudni befogadni. Tehát az, hogy mi van a gondolatainkban sok pénzről, az nagyon-nagyon befolyásolja azt is, hogy mennyit tudunk befogadni belőle. Éppen ezért az első téma, amiről már beszéltünk, de itt nagyon fontosnak tartom még egyszer ezt végignézni, hogy milyen a befogadásod a pénzzel kapcsolatban, hiszen ugye az egy anyagi dolog, egy anyagi energia tulajdonképpen, ami kézzel fogható, még akkor is, hogyha ez többféle irányból is jöhet, és ezért a tarókártyán azt érdemes megnézni első körben, hogyha ezt szeretnéd tisztázni, hogy milyen a befogadásod a pénzzel. A tarókártya azért is nagyon hasznos egyébként ebben, mert, és én egyébként ezt meg szoktam nézni párkapcsolati témáknál is, tehát, hogy aki hozzám fordul, és azt érzi, hogy nem tud egy tartós párkapcsolatot létrehozni, akkor ez az első, amit meg szoktam nézni, hogy tudatalat mennyire nyitott erre. Na, ugyanígy működik ez a pénzzel is, hogyha valami elakad, vagy nagyon szűk forrás áll a rendelkezésedre, akkor ugye azon kívül, hogy sok gondolati minta akadályozhat benne, de meg tudja nézni, vagy meg tudja mutatni a tarókártya, hogy egyáltalán hogyan állsz ezzel a befogadással. Úgyhogy első körben ezt nézzük meg. Mutatok egy példát. Most itt a Light Seas tarót vettem elő. Ezt most itthon Magyarországon a Fény és Árnyék taró néven forgalmazzák, nekem még ez külföldről van meg, mármint a doboza ugye angolul van, és ebből mutatok neked példát, jó, hogy lásd, mert hogy nagyon eltérő lehet, tehát lehet, hogyha te úgy érzed, hogy tudatosan nyitott vagy, attól még tudatalat lehet benned blokk, és nagyon-nagyon fontos első körben ezt megnézni. Na nézzük, milyen lehet a befogadásod. Egy kártyát itt megmutatok. Ez itt a kard 7-es, ez egy kardlap. Hát itt kezdődik, hogyha egy kardlap jön ki a befogadásra, ami a levegő elemmel kapcsolatos, akkor az biztos, hogy nem egy befogadó minőség, hiszen a taró kártyában a kehelylapok, illetve az érmelapok azok, amik befogadóak, azok a női energiák, a bot és kardlapok, azok pedig a férfi kiáradó energiák. Jó, tehát ez már mutatja, hogy nem egy befogadó energia. Tehát az elemek ugye nagyon sokat segítenek. A
karthetes lapon itt ebben az ábrázolásban azt láthatod, hogy a férfi az viszi el a madárnak a tollait, tehát így feltetten alattomosan ellopta a madár tollakat, és ezáltal ugye valamilyen módon akadályozza a madarat abba, hogy repüljön. Tehát mindenképpen egy olyan témáról van szó, amikor valaki próbál téged alattomosan becsapni, előnyt szerezni a saját részére, akár a te károdon is. Kart hetes az ugye általában erről a témáról szól. És hát ilyenkor mennyire vagyunk befogadók? Hát hogyha megnézed, ugye két oldalról lehet nézni ezt a lapot. Az egyik, amikor te vagy a sértett, amikor meglopnak, vagy hát valamilyen módon előnyt szereznek, tehát hogy hátrányba kerülsz, akár valamilyen veszteség ér, itt nyilván nem fizikai veszteségről van szó, de akár lehet ez egy szellemi értékvesztés is a kart hetes, hiszen ugye ez egy szellemi lap, a kard lapok, tehát akár az is törölhető, és azt is valaki ellophatja a szellemi értékeidet, de akár azt is, hogy kiveszi a kezedből az irányítást. Hát ilyenkor, hogyha voltál már, biztos voltál ilyen helyzetben, amikor valaki ugye kivette az irányítást a kezedből, nem nagyon vagyunk ilyenkor befogadóak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ebben az állapotban nagyon tudnánk fogadni a pénzt, mert hogy tele vagyunk haraggal, neheztenéssel. Ha esetleg a másik oldalon vagyunk, már mint úgy értem a másik szereplő bőrébe, akkor ő ugye megviszi a tollakat, vagyis valamilyen módon előnyhöz jut, és próbál valamilyen módon manipulálni minket, és ezáltal az irányítást kézbe kapni. Hát az is egy nagyon férfi energia, hiszen ő, amikor irányítunk, akkor nagyon kiáradó energiánk van, tehát férfi oldalunkat használjuk irányításnál, nem a nőit, és olyankor meg azért nem tudunk befogadóak lenni, hiszen éppen cselekvésben vagyunk, éppen haladunk, megyünk előre. Jó, tehát egyáltalán nem jelenik meg befogadás ebben az állapotban. Tehát itt, amikor megnézed, hogy milyen a befogadásod, akkor mindig nézd meg, hogy melyik elemben vagy, illetve, hogy azt is érdemes megnézni, főleg ugye a nagy árkánumoknál talán inkább, hogy mennyire mozgékony a lap, mennyire tud befogadni az ott lévő szereplő. Mutatok példát mindjárt a kártyából, a nagy árkánumból. Például mondjuk, ha mágust megnézed, ő itt nagyon varázsol, és nagyon fókuszál az energiákra. Igazából nagyon befelé figyel. Igazából lehetne befogadó is, de mivel nagyon arra fókuszál, hogy a saját energiáit hogy használja, hogyan irányítson vele, ő sem egy befogadó energia. Jó, tehát így értem a lap energiájának a megnézését, vagy például most itt a bolond került a kezembe. Bolondnál ugye ő beleesik ebbe a vízbe, tehát mondhatjuk, hogyha itt a szereplő helyében lennél, akkor ez egy nagyon befogadó energia, tehát a bolondnál meg tud jelenni. Tehát úgy tudod megnézni, hogy elképzeled, hogy a szereplő helyében ha vagy, mennyire lennél nyitott arra, hogy mondjuk valaki oda megy és azt mondja, hogy figyelj, adok neked 10 milliárd dollárt, vagy 10 millió forintot, vagy 100 milliót, amennyire tudnál arra fókuszálni, hogy ő most mit akar, vagy mit nem, egyáltalán meghallgatnád el. Hát a bolondnál nyilván nyitottak lennénk rá. Jó, tehát ezt, amikor megnézed, akkor ez nagyon-nagyon fontos, hogy így tudod kielemezni. Na, ez az első lépés, és hát haladjunk tovább ebbe a témába, hiszen ugye ez nem a vége, mert hogy azon kívül, hogy megnéztük, milyen a befogadást, ez mondjuk egy elég negatív lap, és hogyha neked is negatív lap jön ki erre a témára, akkor mindenképpen érdemes megnézni azt, hogy mi segítene megnyílni, mi segítene befogadóbbá tenni a pénzre, és arra pedig érdemes még egy lapot húzni, és mindjárt mutatom, mik jöhetnek ki. Itt mutatok egy példát. Itt a kehely hatos lapja jött ki. Na, ez például egy nagyon klassz kis érzelmi lap, és miről szól? Hát itt a főszereplő visszagondol arra, amikor még fiatal volt, és akkor kapta ezt a kutyát, tehát a gyerekkorára gondol. Ugye milyen érzés a gyerekkorodra gondolnod? Csak gondolj bele, hogyha egy szép, kellemes emléket előveszel a gyerekkorodból, ami
esetleg egy olyan emlék, amikor nálam egy nagyon pozitív dolgot kaptál, akkor az egy nagyon kellemes, jó érzés. Amikor a gyerekkorunkra gondolunk, akkor főleg, ha ilyen pozitív élményre, most maradjunk a pozitív élménynél, hiszen a kártya az egy pozitív képről szól, és mindenképpen szép emlékekről, tehát amikor szép emlékekre gondolunk, akkor tele van a lelkünk szépséggel, jó érzéssel, és sokkal pozitívabbak tudunk lenni. És ez úgy gyógyít, hogy amikor szép emlékeket gyűjtögetsz, akkor ezek begyógyítják a jelen sebeidet, olyan, mint a föltölteni ezeket a lelki sebeket pozitív érzéssel ez a múltbeli emlék, és szépen be tud gyógyulni, és ezáltal kevésbé lesz negatív, és ennél fogva ugye nyitottabb tud lenni. Nyilván ez persze nem egyik napról a másikra fog működni, tehát érdemes mondjuk egy K6-osnál azért akár naponta elővenni egy-egy szép emléket, és egy picit belemerülni egy-két percre, hogy az a gyógyulás az segítsen, tehát előjöjjön. Illetve még a K6-osnál persze az is fontos lehet, hogy segíthet, hogyha olyan emberek társaságában vagy, akiket már nagyon régóta ismersz gyerekkorod óta, akár fölkeresni a szülőházad, a régi barátokat, osztálytársakat, és az segít egy picit visszavinni a múltba, kapcsolódni ahhoz az önmagadhoz, akinek még nem volt ennyi sebe, ennyi fájdalma, ennyi rossz tapasztalata. És ezáltal ugye tud gyógyulni a lelked. Hát a K6-os erről szól, és így tud segíteni, hiszen sokkal nyitottabb, befogadóbb, elfogadóbb leszel tulajdonképpen arra, és jobban elhiszed azt is, hogy valami pozitív dolog történik veled, és ezáltal, ugye, hogyha jobban hiszünk a pozitív dolgba, nyilván könnyebben észre is vesszük, hiszen nem arra számítunk, hogy negatív lesz, hanem arra, hogy pozitív. Jó, tehát, hogy így ez fog segíteni. Tehát ezt mindenképpen érdemes saját magadnak is megcsinálni, hogyha szeretnél egy picit több pénzt bevonzani. Na, akkor nézzük tovább. Ugye mi vonza a pénzt? Ez nagyon fontos kérdés. Alapvetően a legegyszerűbb úgy meghatározni, hogy a jó érzés, az öröm. Gondolj csak bele, hogy amikor jól vagy a bőrödben, mondjuk amikor szerelmes vagy például, akkor sokkal pozitívabb vagy, sokkal jobban mersz bízni a világba, az emberekbe. Na, így értem a jó érzést, hogyha olyan dolgot csinálsz, ami örömöt ad, ami lelkesít, akkor sokkal inkább fogod vonzani a pénzt, mert hogy tud áramolni. Ugye a pénz is egy áramló energia, csak mondjuk egy kicsit sűrűbb, anyagiasabb formában, de hogy ugye nyitottabb vagy, amikor örömteli vagy, tehát hogy ezért igazából az lenne a legjobb, hogyha olyan munkát végezne mindenki, amiben örömét leli, mert akkor nem lenne problémája igazán anyagilag, mert hogy folyamatos áramlásban tudna lenni. Mondod csak arra, hogy amikor úgy mész be hétfőn a munkába, hogy borzasztó rosszul érzed magad, hogy úristen, egy újabb hét, meghalok, akkor teljesen bezárkózol, de úgy minden elől. Ugye így beszűkül a világod, és semmire nem vagy igazán befogadó, egy csomó lehetőséget sem tudsz észrevenni, és egy csomó pozitív dolgot sem, hiszen ugye föl sem merül benned, hogy valami van körülötted, ami jó lehet. Tehát igazából, amikor olyan dolgot végzel, ami muszáj, ami kényszer, az nagyon beszűkít, és hát többnyire azért negatív érzéseket kelt bennünk, és hát ha sok negatív érzés van, akkor bizony az nem fogja vonzani a pénzt, mert hogy a pénz az ugye inkább a pozitív energiát követi. Úgyhogy ez lenne az optimális, hát tudom, hogy ez nem mindenkinek megvalósítható, ezért érdemes olyan dolgokat keresni az életedbe, ami örömforrás, hogyha a munkában nem is, de legalább a hétköznapokban így rendszeresen legyenek örömforrásaid, olyan tevékenységek, olyan társaság, amiben önmagad tudsz lenni, ahol bátran lehetsz olyan, amilyen vagy, és az egy nagyon nagy kiegyensúlyozottságot fog adni, és fog tud tölteni. Ugye hosszú távon azért önmagunkat adni az a legjobb
eredményt hozó dolog. És hogyha egy olyan örömforrást találsz, mondjuk egy olyan hobbit, ami jó érzést kelt, amitől flow-ban vagy, akkor az áramlás, akár a pénzügyi áramlás is el tud indulni feléd, főleg, hogyha ezt rendszeresen be tudod építeni az életedbe. Itt akár ez lehet valami heti egyszeri dolog, ami teljesen kikapcsol. Általában azért ezeket kreatív tevékenységek, de lehet akár sport is. Mindenképpen olyan, ami örömöt okoz, tehát nem feltétlenül arra gondolok sportra, hogy lemész az edzőterembe, és jaj, majd meg halok, csak vége legyen annak az egy órának, hanem valami olyan, ami élvezet, amikor úgy érzed, hogy nincs idő, amikor kilépsz az idő szorításából, hogy így hirtelen elmegy az idő, olyan tevékenységekre gondolok. Jó, tehát, hogy nem is veszed észre, hogy haladt az idő. Na, ilyen tevékenységeket érdemes keresni. Mindegy milyen, és nem feltétlenül olyan, ami csoportos. Nyilván a csoportos is nagyon jó, de hát mindenkinek más az igénye. Az a lényeg, hogy rendszeresen át tud élni ezt a flow élményt, hogy úgy kitágul ilyenkor az ember, és fel tud töltődni. Jó, tehát ilyeneket kell keresni, és hosszú távon pedig ugye érdemes olyan célokat kitűzni, amiben egyre több és több örömforrás van, tehát akár egy olyan tevékenység, még ha csak másodásban is, ami örömet okoz, ahol alkothatsz, de főleg, ahol önmagad lehetsz, ez a leges-leges legfontosabb. Jó, mert hogyha öröm van benned, ha bizalom van az élethez, akkor a pénz is meg tud jelenni. Na, és akkor nézzük, hogy milyen lehetőségek adódhatnak erre. Tarotkártyában nagyon sokat segíthet, hogy mi az, ami segít bevonzani a pénzt. És akkor itt maradnék annál a kirakásnál, amit már néztünk az előző alkalmakkor is, csak most ugye erre a kérdésre, hogy mi segít több pénzt bevonzani, milyen lehetőségeid vannak erre, hogy több pénzt vonzál be. És ahogy az előzőekben itt is három lapot fogunk húzni, és mind a három egy-egy lehetőséget fog mutatni, amiből majd választhatsz. És akkor mutatok erre is példát, hogy lásd, hogy mi minden lehet, ami vonzhatja a pénzt. És akkor nézzük, mi minden vonzhatja most a pénzt a jelenbe. Tehát húztam három lapot, és akkor mutatom, az egyik, ez a botok hetes lap. Ez egy elég negatív lap, de ettől nem kell megijedni, hiszen minden lapnak van pozitív oldala. Itt ugye arról szól most ez a helyzet, hogy a hölgy ott meditál, miközben kívülről több fenyegető bot látható. Hát természetesen a botok végén emberek vannak, és őt próbálják támadni. Na most itt nem arról van szó, hogy az segít, hogyha téged megtámadnak, hanem az, amikor te visszavonulsz, befelé figyelsz, és itt mondjuk a hölgy meditál, de természetesen a meditáción kívül bármilyen más lehetőség is jó. Az a lényeg, hogy itt, ahogy láttad, hogy van egy ilyen buborék körülötte, tehát, hogy valahogy megteremteni a saját világodat, és visszavonulni a saját világodba arra helyre, olyan helyzetbe, amikor önmagad tudsz lenni, és kívülre tudod rekeszteni azokat, akik téged valamilyen módon megtámadnak, vagy akikkel ellentéted van. Itt azért mondom az ellentétet, mert nagyon sokszor a bothetes úgy jelenik meg, hogy ellentétek vannak köztünk meg, bizonyos emberek között, akár nézeteltérések, akár értékrendszeri különbségek, akár konkrét konfliktusok, és itt nagyon fontos, hogy az ember ne küzdjön. Hiszen itt is ugye a hölgy visszavonul, tehát hogy eleve vissza kell vonulni a harcból, tehát itt kezdődik, és utána valami olyan dolgot választani, ami egy picit így elcsendesít és befelé visz, és hát ugye erre nagyon sokféle eszköz van, a meditáció, a relaxáció, minden olyan tevékenység, kreatív tevékenység, ami egy picit így visszavisz önmagadnak, de akár az is, hogyha egy finom, jó kis zenét hallgatsz, meg kell találni mindenkinek egyénileg, hogy mi az, ami segít. A lényeg, hogy ezt a fajta belső nyugalmat, amit a képen láttál, ezt
fontos megtalálni, és ami még fontosabb, hogy semmiképp ne kezdj el harcolni. Jó, ez az egyik lehetőség. Na nézzük még, mi jött ki. Még egy botlap. Ez a bot 8-as lapja, ami ugye sok repkedő botot mutat, amit nagyon fontos, hogy ezek a botok egy irányba vannak. Tehát egy ilyen fókuszált energiát látsz a képen. Hát hogyan segít ez a pénz vonzásába? Ugye itt a sokféle bot az a motiváltságot, az energiát jelképezi, akár a lehetőségeket is, ami körülötted van, sőt, akár ötleteket is mutathat. És arról szól, hogy ez a sokféle energia, ami így jön mindenfelől, ezek természetesen pozitív energiák, azokat egy irányba kéne vinni. Mondok egy példát, mondjuk van egy csomó ötleted, hogy hogyan lépj előre anyagilag vagy a munkában, de mindegyikre figyelsz, és ugye, hogyha sok figyelem van mindenfelé, akkor itt szétszóródik, és nem lesz energiád arra, hogy valamit véghez vigyél. Tehát itt az, hogy egy irányba fókuszálni, az azt jelenti, hogyha mondjuk van egy csomó ötleted, vagy lehetőségeid vannak, akkor egyet válasz ki, és afelé indulj el. És hogyha úgy látod, hogy van lehetőséged tovább lépni, tehát könnyedén tudsz előre haladni, akkor ez egy jó irány. Természetesen, ha akadályokba ütkezel, akkor vonulj vissza, és akkor egy másik ötletet kezdj el megvalósítani, egy másik lehetőséget kezd el használni. Jó, tehát nem kell megijedni, hogyha nem elsőre találod meg a helyes utat. A lényeg, hogy egyszer egy dologgal kezd a foglalkozást, és ne egyszerre többen, mert akkor szétszóródik az energiád, és nem lesz eredménye. Jó, tehát ezt jelenti az egy irányba fókuszálás. És ez akár lehet az is, hogy valamit kitalálsz, hogy merre indulsz, akár egy új vágy is, ami motivál téged, az is lehet. Az a lényeg, hogy egy irányba mutasson, hogy egyszer egy dolog. Ugye a botlap az mindig cselekvéslap is, tehát hogy egy dolog felé induljál, és hogyha nem megy, akkor megindulhatsz egy másik felé. Jó? Tehát ez a bot 8, mint lehetőség. És akkor nézzük a harmadik lapot. Ez a főpapnő lapja, ami egy nagyon befelé forduló lap. Ugye eleve a szereplőnk a képen csukott szemmel van. Ez ugye mindenképpen azt jelenti, hogy befelé kell figyelni, és miközben befelé figyel, fölülről jön ez a sok-sok energia az ég felől, és ugye mutatja is a fölfelé álló holt, hogy nagyon befogadó a szellemi energiára. Ugye ez úgy segít, hogy amikor befelé figyelsz, akkor nagyon jól tud erősödni az intuíciót. És tudjátok, hogy egy csomó mindent meg tud sugni az intuíciónk, amit egyébként józan ésszel nem tudnánk. És a főpapnőnek pont egyébként ez a nagy erőssége, hogy ez a belső hang, ez nagyon-nagyon jó tippeket tud adni, olyan dolgokat is, amire nem jönné rá magadtól, és már előre tud jelezni dolgokat, tehát nagyon jól tud akár irányt mutatni is. Ugye ilyenkor ez a szellemi energia ez nagyon tud növekedni, tehát hogy aki hisz az angyalokba vagy az égi segítőkbe, azok nagyon jól át tudnak kapcsolódni ezekre a segítőkre, és még több útmutatást tudnak kapni. Mindenképpen a belső hang az nagyon fontos, mint erőforrás, mindegyikünknek van, csak nem mindenki használja egyforma mértékben. Itt ugye most ez jött ki harmadik lehetőségként, tényleg az egy nagyon nagy segítség, hogyha befelé figyelsz, eleve, amikor befelé fordulunk, akkor mindig befogadóbbak vagyunk, mindig nyitottabbak a külvilágra, mert nem viszi el a külvilág a figyelmed. Ugye amikor kifelé fókuszálsz, annyi minden van kívülről, hogy így szóródik a figyelem. Ugye iszonyú sok impulzus ér minket kívülről, több ezer dolog. Még akkor is, ha ez nem tudatos a számunkra, gondolj csak arra, hogy amikor kimész az utcára, a hangok, a fények, az illatok, a zajok, mindenféle ér téged, akkor nem tudsz annyira befelé figyelni. És ez a főpapnő pont ebben segít, hogy te ezt mind befelé tud figyelni, és önmagadra. És ilyenkor nagyon jól tudsz önmagadhoz kapcsolódni, és ez a belső egyensúly ebből nagyon jól meg tud születni. Úgyhogy ez ebből a szempontból egy jó irány, hogy az intuíciód egy csomó mindent megsughat, és olyan dolgokat tudsz csinálni, ami sokkal időszerűbb,
Például, ha vállalkozó vagy, akkor mondjuk egy új termék vagy szolgáltatás lehet, hogy be tudsz vezetni, mert már az intuíciód megsugta, hogy arra kell menni. De mondjuk, ha egy alkalmazott vagy, akkor is fog segíteni, hogy most mikor, kinek, mit mondj, vagy milyen lépéseket tegyél, vagy mire mondj nemet. Jó, tehát egy csomó mindent, vagy mikor tudsz kérni szabadságot, vagy mikor szólj a főnöknek, hogy te most szeretnél több pénzt. De nagyon sok mindenben tud segíteni, de ehhez tényleg egy kicsit el kell csendesedni. Ugye a főpapnő energia az igazából akkor tud jól működni, ha csendben vagy. Úgyhogy ez egy ilyen visszavonulós energia, úgy tudod jól megvalósítani egyébként, és ez a legegyszerűbb, hogyha egyedül vagy otthon, és minél kevesebb külső inger van, tehát a telefon, tévé, internet, ezeket egy picit így lekapcsolod valamennyi időre, akkor jobban tudsz magadra fókuszálni, és ezt a belső nyugalmat is jobban meg fogod találni, és tele leszel inspirációval. Hát ez a három lehetőség van itt, ami megmutatkozott. Hát természetesen ugye egy picit mindegyik más, és nem mindet kell megvalósítani, hanem valamelyiket ki kell választani a háromból, ami úgy érzed, hogy neked, ami hozzád passzol. Lehet, hogy mondjuk az, hogy te visszavonulsz arctól, ez egy nehezebb ügy, és sokkal könnyebb mondjuk egy botnyolcat választani, hogy akkor egy dologra fókuszálsz. A lényeg, hogy ami neked úgy érzed, hogy megvalósítható, ami könnyű, amit el tudsz képzelni, hogy meg tudod tenni, az lesz neked a megfelelő irány. Itt nem mondhatja meg senki, hogy neked melyik a jó irány, neked magadnak kell ezt kiválasztani. Ha esetleg nem megy, akkor sincs semmi gond, mert hogy elkezded valamelyiket, és hogyha úgy érzed, ez nagyon nehéz, nekem ez nem megy, akkor csináld a másikat. Az a lényeg, hogy a három labból, amit húzol, valamelyik pontosan arra fog vinni, ami téged segít. Természetesen, hogyha valaki nagyon szorgalmas és nagyon tudatos, akkor akár mindegyik lehetőséget meg tudja valósítani, hiszen valamilyen módon ez azért bizonyos módokon megvalósítható, nem véletlenül jönnek elő ezek a lehetőségek, de lehet, hogy valamelyik könnyebb, a másik meg nehezebb. Tehát én azt mondom, hogy mindig egyel kezdjünk, és lehet, hogy az az egy elég lesz, és oda vezet, ahol te szeretnél jutni. Úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy próbáld ki ezt a kirakást, és nézd meg, hogy neked most milyen lehetőségeid vannak, és majd próbáld ki, mert ez már ilyen pár hét alatt nagyon szépen meg fog mutatkozni a pénzügyeiden, hogy javulni fognak, hogyha abba az irányba indulsz. És ugye az előző vetést is azért ajánlom, hogy lásd azt, hogy mennyire vagy befogadó és mi segít, mert hogyha tudod, hogy mi segít, lehet, hogy az akadályt nem tudod azonnal föloldani, de már el tudsz indulni egy megoldás felé, és ha elkezd az ember magán dolgozni, akkor nagyon szépen tud látszódni kívülről, és nagyon sok segítő energiát is kapunk kívülről, tehát, hogy látványos is lesz ennek az eredménye. Úgyhogy mindenképpen javaslom, hogy csináljátok meg, és időről időre egyébként ezt meg lehet ismételni, tehát ne gondold, hogy ez örökre így marad, hiszen mi magunk is folyamatosan változunk. Én mindenképpen azt javaslom, hogy pár havonta, 2-3 havonta érdemes ezt megnézni, hogyha esetleg ilyen nagyon gyors változások vannak körülötted, akkor akár havonta is nyugodtan megnézheted, és lehet, hogy más-más lehetőségeket fogsz kapni. Sűrűbben nem feltétlenül mondanám, de így havonta azért rá lehet nézni, mert lehet, hogy mondjuk ebben a hónapban neked ez lesz a jó irány, és lehet, hogy a jövő hónapban meg teljesen más energia lesz akár benned, akár körülötted, hiszen azért az is számít, hogy mi van a környezetünkben, mert az is hat ránk. Jó, tehát nem kell ezt ilyen örök érvényűnek elfogadni, ugye bátran használjátok újra és újra ezt a kirakást, mindig nagyon sokat fog adni. Én ennyit hoztam nektek mára. Ha esetleg az előző adásokat nem láttad, akkor van már több adás a YouTube csatornán, a Tarósuttogó YouTube csatornán, ott megtalálod. Több téma volt már itt a pénzzel kapcsolatban. 1, 2, 3, 4. Hát 4 alkalom volt, meg még a sikerről is beszéltünk, tehát tulajdonképpen 5.
érdemes azokat is végignézni, és hogyha azokat szépen megcsinálod, akkor nagyon nagy változást tudsz létrehozni a pénzügyeidben. Akkor addig is kívánok szép hetet, és remélem találkozunk jövő héten is. Szép estét neked! Szia!